A 2020-as Városnapján a Magi Zoltán Művészeti Díjat két pedagógus kapta, Fekete Andrea és Pap Anita, mindketten a Bocskai Iskola Polgári Utcai Intézmény Egységének pedagógusai. És hát akkor én most nagyon sok szeretettel köszöntelek itt benneteket a televízió stúdiójában. Volt már rá alkalom, hogy így ültünk itt hármasban, és beszélgettünk mindazokról a dolgokról, amiket most egy picit felelevenítünk, hiszen azért azt gondolom, hogy egy ilyen városi kitüntető díj, azt gondolom, hogy az egy nagyon szép eredmény, és hát az elmúlt évek, mondhatjuk úgy is, hogy már évtized eredményeit takarja tulajdonképpen, és elismeréssel adózott a város a ti néphagyományokat, népművészetet, egyáltalán azt a fajta tevékenységet, amit ti a gyerekeknek, az általatok tanított diákoknak átadtok, és irányítgatjátok őket afelé, a tiszta forrás felé, amit ti is felfedeztetek, és hát ebből táplálkoztok és készítitek a különféle fajta. Hát elsősorban nem ezt tárgyakat, de azt gondolom, hogy ebben a méltatásban, amit ti kaptatok a Városnapján, ugye ez egy online történet volt egyébként, tehát abban azért benne van az a fajta népzenei tevékenységetek, amit a Szalmakalap Citara együttesben folytatok, és még aztán folytatni lehetne a sort tovább. De kezdjük az elején. Tehát ugye azért ilyenkor mindig felmerül az a kérdés, hogy ki honnan hozta magával a néphagyományok, a népművészet szeretetét, azt a fajta készséget, elhivatottságot, amivel mindezt a tevékenységet folytatjátok. Anita, akkor kezdjük veled. Én úgy gondolom, hogy velünk született ez a fajta indítatás. Ahhoz, hogy megtanuljuk, ehhez valamilyen iskolába menni kell, vagy idősektől tanulni. Itt a közelben, Nádudvaron van egy nagyon remek szakiskola, ahol a népi kismesterségeket oktatják, és én ott végeztem a népi játszóház vezetői tanfolyamot, ahol szövést, fonást, nemezkészítést, fazekasságot, sőt még fafaragást is tanultam. És amikor hazajöttem, nem csak a gyerekeknek mutattam meg, hogy fú, én már mit tudok, és tanítottam, adtam át nekik, hanem Andikának is mutattam, aki nagyon jó tanítvány volt és vevő ezekre a kis munkákra. Mindegyikre úgy gondolom, hogy ráharapott, de a nemezkészítés volt az, ami őt is igazán vonzotta. Így elhatároztuk, hogy ketten megyünk, megtanuljuk a nemezkészítő szakot, és így kötöttünk ki Békés Csabán, ahol el is végeztük. Hát azért ez nem volt ennyire nagyon egyszerű folyamat, tehát azért itt egy kis időnek el kellett telni, de Andi, te hogyan emlékszel mindenre? Én tudom, hogy neked otthonról is volt egyfajta indítatásod, hozadéka a népművészet, a néphagyományok felé. Igen, hát a gyökereknél kezdtük, és nekem jó mélyre kell leásni, hogy ezeket a gyökereket megtaláljuk, és szerencsére meg is találtak engem. Nekem nagymamám gyönyörűen hímzett, én ebben nőttem fel, hogy ő bármikor, ha volt egy kis szabad ideje, akkor ő leült és hímzett gyönyörű terítőket, meg párnákat. Aztán anyukám ugyanezt csinálta, és nagyon szépeket hímzett, és szinte gyerekkoromban én már olyan ruhákba jártam, ami kézzel készített, hímzett kis blúzok, szoknyák voltak, és az úgy beleivódik az emberbe. Nekem apukám azon kívül, hogy testnevelést tanár volt, nagyon szeretett faragni. Ő meg szabad idejében mindent kifaragott, és szép villákat, meg fatányérokat készített, és öröm volt ezeket nézni. És a népzene is így ragadt rám, mert a családban is nagyon sokan zenéltek, apukám citerázott, nagypapám énekelt, úgyhogy otthonról hoztuk nyilván ezeket a dolgokat. Aztán kell egy olyan közeg, amiben az ember később bekerül és folytatni tudja ezt a tevékenységet, és úgy gondolom, hogy tanítónőként ez a legjobb dolog a világon, amit az ember csinál, hogy amit szeret, azt a gyerekeknek is megmutatja, és ez átragad rájuk. Jó volt nekem, nagyon jó, hogy ilyen kolléganőm van, mint Anita, aki nem csak kolléganő, hanem barátnő, mert mióta ő oda került a mi iskolánkba, azóta szinte elválaszthatatlanok vagyunk, és ez a rajongás, ez még közelebb hozott bennünket, mert tényleg, amit ő csinált, azt nagyon szívesen megtanultam, amit én, azt ő, van, amiben ő erősebb, van, amiben én vagyok erősebb, és így közös erővel a gyerekeknek ezt mindent át tudunk adni. És nyilván tanulni kellett hozzá, mert hogy a papír az is fontos, hogy tudjuk ezt a tevékenységet nyilvánosan végezni, és a
Ennek örülünk nem csak a papír miatt, hanem ott rengeteget tanultunk, ahonnan hoztuk a tudásunkat is. Tehát ugye a tanulás az nagyon fontos volt a ti számotokra is, hiszen nem ilyen autodidakta módon került ez elsajátításra, hiszen ma már azért elég nehéz ezt így saját kútfőből végezni, megtanulni. De én azt gondolom, hogy igen-igen fontos az is, hogy kik azok a mesterek, akikre ti nagyon nagy tisztelettel felnéztetek, és itt gondolok itt például Makolli Sándorra is, Isten nyugosztalja. Anita? Itt Hajdúnáson Marika néni, ugye a szalmafonó Marika néni, minden táborunkban ott van, nagyon-nagyon szívesen jön. Tőle mindig tanulunk, ugye, ahogy mondta Andika, hogy a szalmafonással, hát kicsit hadilábon állunk, de ő mindig újból tanít, türelemmel, a gyerekek imádják, két szál szalmából olyat készítünk, hogy magunk se gondoltuk volna. Aztán a viseletkészítőnk is, Szejc Ági, ő is szokott jönni táborokba, és megmutatja a gyönyörűségeit a gyerekeknek. Igazándiból itt a nemez készítésben van a Vetró Mihály és Árva Janikó, akik a kezdeteket mutatták meg nekem, hogy hogyan is kell egyáltalán a gyapjúhoz hozzányúlni. Ők még mai napig is azt hiszem, hogy nagyon példamutatóan dolgoznak. Andi, neked a mesterpéldák? Hát ez a közeg, amiről az előbb beszéltem, ez megalapozó volt, tehát ők maradtak az én példáim. Aztán főiskolán szerencsére ott is olyan társaságba kerültem, ahonnan néprajzkutatók kerültek ki, és itt megemlítem Harangozó Imrét, aki nekem nagyon jó barátom, és őt is, mint szakértő hívjuk a programjainkra, és a gyerekek már ismerik, mert ő, mint mesemondó, ő, mint nagy tudású néprajzkutató is, nagyon sok tudást ad nekünk is, nem csak a gyerekeknek. Tehát nekem ő megalapozza azt, hogy én is mindig tudjam a gyerekeknek mondani a helyi értékeket, mert ugye a hajdúságban is nekünk rengeteg értékünk van. Hát Marika nénire ő rá kincsként tekintünk, és Máró Gábor bácsit említem még meg, aki nagyon sokszor ellátogatott hozzánk, és mi is hozzá, és tőle is ezt a pásztorhagyományokat nagyon szívesen tanultuk, és tanulnánk még mindig, hogyha itt lenne köztünk. Ő is nagyon sok tudást adott nekünk, és minden programunkra szívesen vártuk őt is. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt, mondjuk így, hogy bő 10 év, maradjunk ennyibe, hogy nagyjából körülbelül, számtalan olyan eseményt hozott az életetekbe, és folyamatokat, amiket mindig újból és újból ki tudtatok bővíteni, újabb eredmények születtek, és azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon inspiráló lehetett egyrészt nektek, másrészt pedig a gyerekeknek. Én emlékszem, hogy megyei pályázatokon hihetetlen gyönyörűségeket alkottatok nemezből, fából faragva, tehát komplett mesejeleneteket dolgoztatok ki. A gyerekek hogy fogadják ezeket a dolgokat, amiket ti átadtok nekik, egyrészt tanóra keretében, másrészt pedig mint szabadidős tevékenységet? Hát imádják, ezzel az egy szóval tudnám elmondani, rettenetes lelkesek. Lehet, hogy sőt, biztos vagyok azért is, mert bennünk is ezt látják, hogy nagyon szívesen csináljuk, és nem csak egy tevékenység nekünk, hanem ez az életünk része. A gyerekek nagyon vevők rá, teljesen átveszik tőlünk ezt a lelkesedést, mindent szeretnek kipróbálni, nem adják fel, hogyha véletlenül nem úgy sikerült, ők biztatják egymást, segítik egymást. Nagyon jó, hogy generációk vannak együtt szinte a gyerekek között is, mert vannak nagyobbak, kisebbek, Anita van a nagyobbakkal, én a kisebbekkel, és szinte segítik egymást, amikor mi nem győzzük, mert két kezünk van, és a tűbe fűzni a célnát, meg még hímezni is, meg olóval kivágni. Tehát elég sok mindent kell csinálnunk, de nagyon, nagyon vevők rá a gyerekek, és nagyon átveszik ezt a lelkesedést tőlünk, és nagyon örülünk, hogy olyan tanítványaink is vannak, akik már nem hozzánk járnak, mégis megmaradt ez a rajongásuk, mert elkezdték nálunk első osztályba, és szinte végigmentek 8-ig, most gimnazistaként szívesen jönnek, bárhova hívjuk őket. Mindketten a Népi Játszóház területén szereztetek
kreditpontot, oklevelet, nem tudom pontosan, hogy milyen formában történt, mindez mi lett a végeredményben, de egy a lényeg, hogy a gyerekeknek, mint említettétek, sokféle fajta kézműves tevékenységet tudtok átadni. Melyek ezek a tevékenységek? Ugye a nemezelésről már itt beszéltünk, tehát mondjuk ez az egyik alap, de a többi, mi mindent tudtok együtt csinálni? Hát az évkör ünnepeihez, illetve jeles napjaihoz kapcsolódó tevékenységeket csinálunk. Hát olyat, hogy dísztárgy nem gyártunk, hanem mindig valamilyen hasznos dolgot, amit ők is fel tudnak majd később használni, és akkor ősszel kezdjük gyűjtögetjük a kukoricacsúhét, és akkor mi mindent lehet a kukoricacsúhéból csinálni, ami ugye számunkra hasznos, hát majd a karácsonyi angyalkát gyönyörűen megcsináljuk, amit fölakaszthatunk a fára, vagy vesszőből fonunk egy ajtódíszt, vagy egy kopogtatót, ami szintén nagyon szép dolog. Aztán folytatjuk, amikor következik az adventi időszak, az elcsendesedés, akkor jön a hímzés. Akkor megtanultunk most drukkolni például. Ez hát újdonság volt nekünk is, hiszen nem volt hozzá megfelelő drukkoló festékünk, és végre sikerült beszerezni. Bocsánat, tehát aki nem tudja, ez azt jelenti, hogy a mintát előre rányomjátok. Így van, átrajzoljuk, és akkor szépen kiukaszgatjuk, majd ezzel a drukkoló festékkel, körkörös mozdulatokkal rávisszük És hát már ez a folyamat rettenetesen tetszett a gyerekeknek, hogy amikor felemelték, akkor ott volt a minta. És akkor ezt hímezgettük kis keszkenőkre, Andikáék kis, hát egy ilyen kis szütyőt vartak, és akkor azt hímezték, tehát minden tárgynak legyen valamilyen haszna. Aztán, ahogy említetted már a konyhát, ott a kézműves termünkben lehetőség van sütésre, főzésre, és ilyenkor a mézes kalács sütés, aminek megtanuljuk, hogy hány dekagram, az hány gram, abból mennyit kell tenni. Hát ez fontos, hogy ne. Így van. És akkor ugye legalább 3-4 nyújtódeszkát vinni kell, hogy mindenki, és akkor a sajátja is, melyik is volt, az ülnek a sütő előtt, és alig várják, hogy végre kivegyék, mert az illat az már remek. Ezt ki is szoktuk díszíteni általában tojásfehérjével. Szoktunk szőni, ez inkább az Andika feladata, mert nem szeretem korlátok közé szorítani magam, így van. Mert ott, ha vízszintes, ott függőleges, az úgyis olyan lesz, amit felvetünk, és inkább azt rábízom. És hát ugye a nemezelés, abból pedig a labdától elkezdve már kis cipőkön keresztül, sőt, maszkot is készítettünk már belőle. Szó esett itt ugye a konyhában való tevékenykedésről, meg hát más egyéb, tehát ugye mindenféle fajta kézműves tevékenységet folytatok, és hát ugye régen te az úgy volt, hogy a családban, ha összejöttek, és ilyen fajta munkálkodás volt, azért általában a nóta szó is járta. Ugye ti mindketten a Citera zenekar tagjai vagytok, ezeken a kis foglalkozásokon előfordul-e, hogy esetleg dalra fakadtok, vagy bekapcsolódnak a gyerekek, énekeket tanultok? Hát hogy ne, ez is hozzátartozik, az abszolút kinyitja a gyerekek száját, és szinte maguktól elkezdenek énekelni, főleg ha látják, hogy mi is vevők vagyunk rá, és mi is énekelünk. Hát sokszor előkerül a citera is, mert azt el szoktuk néha vinni, és akkor ők is kipróbálják. Hát ehhez is ugye kedvet kapnak, mert már sokan járnak közülük citerázni is, úgyhogy ez is ragályos. Tehát ragadós a tanítónéni példája. Igen. Hát a jó példa, azt tudjuk, hogy mindig az a legnagyobb nevelési eszköz, mert nem kell nekik mondani sok mindent, ha látják, hogy ezt csináljuk, meg szívesen tesszük, akkor ők is ugyanilyen vevők rá, mint mi. Tehát ez a fajta tevékenységetek, amit ti itt most már mondjuk azt, hogy jó 10 éve folytattok, azt hiszem, ahogy elmeséltétek, ettől a tanévtől, tehát a 2020-21-es tanévtől úgymond megérlelte a gyümölcsét, hiszen mi is történt tulajdonképpen szeptemberben, melyikőtök, vagy mindketten meséltek elől? Hát bekerült a pedagógiai programunkban a szakkörnek a tevékenysége, ami nagy szó, mert
A pedagógiai program az a iskola saját nevelési oktatási leírása, és ebben helyet kapott a mi szakkörünk is, amit ugye már tényleg több éve végzünk, és ennek nagyon örülünk, mert ennek komoly következménye van, hiszen ott a pedagógiai programunkban szülők is látják a rákereső idegenek is, hogy milyen területei vannak az iskolának, és ez is egy szabadidős tevékenység, amire mi méltán vagyunk büszkék, mert nagyon sok gyereket vonz, és szépeket tanulnak itt a gyerekek. Az elkészített anyagot mindig hazaviszik, kapunk rá támogatást az iskolában, tehát így inkább még nagyobb haszna van ennek, hogy bekerült a PET programunkba. Túl ezen úgy hallottam, hogy ugye nem tudom pontosan hány éve, talán 2-3 éve jelent meg, ezt a tevékenységet valamilyen szinten taglaló kiadványod, a tanévkör, tehát ugye ezt rögzítettétek tulajdonképpen egyfajta rendszerbe, és jól tudom, akkor most készülhet a folytatás? Igen. Nagyon örülünk neki, mert ehhez is kellett egy ilyen lökés, mint mindenhez. Ugye megjelent ez a könyv, és szerencsére nagyon jó fogadtatása volt, és többen biztattak bennünket arra, hát többes számba beszélhetek, hiszen együtt végezzük mi ezeket a tevékenységeket, hogy jó ezt olvasni, de olyan kellene folytatásba, amiből tudnak tanulni mások is, főleg gyerekek. És mivel járunk ki a szorványba is, meg többféle határainkon kívüli magyar iskolával is, és közösséggel is van kapcsolatunk, az ő számukra készítünk egy olyan kiadványt, ami 4 részben a tavasz, tél, nyár, ősz évszakokhoz kapcsolódóan az ünnepeinket, a hagyományainkat és az ezzel kapcsolatos kézműves dolgokat mutatja be, úgy, hogy ha mi nem vagyunk ott, vagy más nincs ott, aki ehhez ért jobban, az is meg tudja belőle csinálni. Tehát egyfajta kis kézikönyv készül. Egy módszertani kiadvány, igen. Úgyhogy, ha már a szorványt említetted, Andi, nagyon nehéz volt ez az év, nem is tudom, hogy egyáltalán tudtatok, nem igen tudtatok nem. menni. Nem, most de, azért, de azért az elmúlt évek azt gondolom, hogy azért azok hát, szépek voltak. Igen. Mert igen. De tudom, hogy jársz ki Erdélybe, Csángóföldre. Igen. Hogy tudjátok tartani a kapcsolatot? Telefon, beszélgettek? Hát nehezen. Most nehezen tudjuk tartani. Hát e-mailbe szoktunk értekezni ritkán, mert ugye ők is elfoglaltak. Ez azért több feladatot ad számukra is ez a helyzet. De bizakodóak vagyunk, hogy nyáron talán sikerül hozzájuk kimenni, és akkor újra találkozhatunk, vagy ők jöhetnek hozzánk. De ezért most nem vagyunk mi elkeseredve emiatt, mert ezért készül ez a kiadvány, hogyha a kezükbe adhatunk egy ilyen könyvet, egy ilyen kis füzetecskét, akkor biztos, hogy jó szívvel fogják ezeket a tevékenységeket végezni, és ők is büszkék lesznek arra, hogy ismerik majd a hagyományainkat, tudnak majd egy-két dolgot saját kezüleg elkészíteni, akkor is, ha nincsen ott segítő velük. Ugye eddig az iskolai munkátokról beszéltünk, tehát amit a gyerekekkel végeztek, tényleg kézműveskedtek szabadidőben, mindenféle fajta formában. Azonban miután azért ti művészeti díjat kaptatok, és én azt gondolom, hogy az a tevékenység, főként amit a nemezzel végeztek, az azért azt gondolom, hogy a nemezkészítésnek, illetve azoknak a tárgyaknak, öltözett kiegészítőknek és egyebeknek a készítése, az egy újszerű értelmezése mindannak, ami mondjuk az ősi nemez készítésből adódik, és hát azért ez a kis privát világotok, tehát ugye volt önálló kiállításotok, talán, illetve nem önálló, bocsánat, tehát a Hajdú-Mihály megyei Népművészeti Egyesülettel volt közös kiállításotok éppen 2020 márciusában, ami azt gondolom az volt az utolsó nyilvános kiállítás, és utána nem is lehetett többet. A saját kis elgondolásotok, tárgyak megalkotását, főleg ugye itt a textil, tehát a ruházat, de más egyéb ékszerek, tehát sokféle fajta dologban gondolkodtok.
ez még a mindennapos tevékenységeteknek valamilyenféle fajta része, vagy pedig, hát miután elég sok a dolgotok, gondolom, valamikor egy kicsit hátrébb szorul ez. Hogy vagytok nyári táborokban, esetleg jobban van erre időtök? Így van, vagy pedig hétvégenként. Hétvégenként. Debrecenben az Egyesületben nyitott műhelyeket tartottunk, hát most sajnos nem, de ott bárki bejöhetett, gyerek, felnőtt, kezdő, haladó, és kipróbálhatta, mindig meg volt adva egy tematika, hogy éppen mit lehetett készíteni. Egymás között is szoktunk egymásnak tartani, ki miben erős. Volt most sejem, kendőkészítés, kalapkészítés, illetve a cipőkészítés, így az Egyesületen belül. És hétvége vagy nyári tábor. Tehát egy kicsit a kis divattervező, a kis stylist valahol kibúvik belőletek, és akkor meg úgy saját örömötökre is, gondolom, készítetek ezt meg azt. Mennyire alakítható, formálható a nemez? Tehát sokféle dolgot csináltok belőle, úgy sokszor elgondolkodom, hogy bírja ezt a hajlítást, mindenféle fajta, tehát cipőt említettél, hogy akkor ebből valóban lehet használni, vagy pedig csak egy kiállítási tárgyként. Hát ezek existen. Használati tárgyak, mindegyik használható. Azért jó ez a gyapjúval való dolgozás, mert a formákat, a színeket úgy alakítjuk, ahogy éppen kedvünk tartja. Tehát tényleg határtalan a színek egymásra helyezése, és akkor azok hogyan fognak, a textúrája, ha beépítünk mondjuk egy másik féle anyagot, itt például a sejmet, vagy csipkét, vagy bármit. Tehát ezért jó, ezért nem szeretek én annyira szőni, mert ott így van, és nem, de itt a nemeznél. És tehát mindent úgy csinálunk, hogy használható legyen, tehát nem kiállítási tárgy, mint ahogy mondtad a cipőknél igen, is. Igen, tehát akkor ezek... és használjuk. Te melyiket szereted jobban, Andi? Én azt szerettem volna így kihangsúlyozni, hogy az ember a szabad idejében persze olyan tevékenységeket csinál, ami feltölti. És számomra minden ilyen tevékenység feltöltő. Tehát most itt, hogy volt egy kicsit talán több szabadidőnk a nyáron, a hímzéstől kezdve a szövésig. Én nagyon szeretem a szövést. Nekem az nem korlát, hanem abba is kiélhetem a fantáziámat, úgymond. A hímzés minden fajtája, tehát azt még úgy én is tanulom, de én is örülök, mikor egy kis könyvjelzőt, vagy bármit így kihímzek. Aztán a horgolás, én visszatértem a horgolásra, tehát az is, és mindent, ott van sorban a családtagja, a gyerekek mindig nevetnek rajta, hogy egyik szekrényben a horgoló készletem van, a másikban a gyapjuk vannak, a harmadikban a hímzőcérnák, meg még nem is tudom sorolni, meg gyűjtöttük ugye a csuhét, ott volt az erkélyen száradt nyáron csuhé, hogy a gyerekeknek majd hozzuk. Tehát bármelyik kis időm van, akkor mindig azon jár az eszem, hogy mit tudok úgy csinálni, hogy közben azért egy kicsit nézzem a tévét, vagy egy kicsit üljek már, mert pihenjek, de közben a hímzőtű, meg a szövőkeret, az mindig ott van a kezembe. De hát, hogy nem is kell nézned, csak nézed a tévét, és esetleg igen, közben jár a kezembe. Vagy nem nézem a tévét, csak hallgatom, csak és hallgatod. Közben csinálom. Hát ugye ez az év, az ugye tudjuk, nagyon furcsa év volt, nem igazán tudtatok összejönni, bár az alsósoknak még, bár szerintem az első időszakban a teljes zárlat volt, tehát nekik igen, is online volt, tehát nem, gondolom nem volt egyszerű, tehát nagyon nehezen lehetett azt megoldani, hogy a gyerekekkel hát nem volt közvetlen kapcsolatotok. Na de hogyan éltétek meg az, hogy például ugye a citera zenekarra sem voltak próbák, gondolom. Hát meg elmaradtak a fellépések, igen, meg minden. Igen. Az rossz hogy? Volt, hogy nem találkoztunk, mert az is szinte felüdülés, mikor kedden jövünk próbálni, és nem csak zenélünk, hanem megbeszéljük, hogy kivel mi történt. És tényleg jó velük beszélgetni, egy családot alkotunk már itt hosszú évek óta. Ez hiányzott. Meg hát az is benne volt az emberben, hogy féltettük is őket, nehogy miattunk legyenek betegek, vagy kapjanak el tőlünk esetleg valamit, amit mi nem is tudunk. Tehát ez a része hiányzott, igen. De azért otthon mindenki hozzányúlt a citerájához, és eljátszott a kedvenc dalát, mert azért az bennünk van, és azt szeretjük, hogyha egy kicsit
újjaink is megtanulják ezeket a dallamokat, amit esetleg még akartunk együtt próbálni, de nem sikerült. Az iskolában, tehát ugye említettétek, ugye ez az azért egy elég jelentős dolog, hogy ez a tevékenység egyáltalán bekerült az iskola pedagógiai programjába. Ezen túlmenően, hogy ti most ezt végzitek ott a Polgári utcai intézmény egységben, az iskola más egységeiben, osztályaiban hasonló tevékenység folyik-e? Tehát, hogy azt akarom ebből kihozni, hogy a ti példátok mennyire ragadós, mennyire veszik át esetleg kollégák, már akinek egyáltalán affinitása van ehhez a tevékenységhez? Hát más egységekben nem nagyon látunk bele, mert nem járunk át, de nálunk vannak, akik próbálkoznak. Most például már harc folyt, hogy ki fogja hamarabb sütni a mézes kalácsot, tehát azért jönnek, illetve behívnak bennünket is húsvét előtt például a tojásírást. Mutassuk meg nekik, és akkor ők azt és majd akkor fogják így csinálni. Táborokba mentünk, nagyon sok táborra hívtak most bennünket, hogy ilyen sok táborunk volt. Mi is tartottunk foglalkozásokat a gyerekeknek, és megmutattuk, amit esetleg ők nem tudnak. Igen, tehát az a nyári Erzsébet táborok, igen, hál' Istennek ezen éppen. Így napi szinten nem tudjuk, de a táborokban ott voltunk minden egységben. Így van. No, hát ugye ez a nagyon szép elismerés, ez a városi díj, hogyan hatott rátok most? Ez tudom, hát nagyon jól esett, de úgy a lelketek legmélyén, legbelül. Mit jelentett? Hát, én amikor jött a telefon értesítés, hogy az önkormányzattól, hogy vagyok, egészségem, hogy szolgál, hát köszönöm szépen, remekül, jól vagyok, nincsen semmi gond, és akkor átérne egy hivatalosabb formára, hát akkor gondoltam, hogy valamit vagy nem fizettem be, vagy elfelejtettem beadni, vagy valamit mit nem csináltam meg, és amikor hallottam ezt a hírt, nem tudom, ültem, néztem magam elé, tehát így... Úgy nem is akartad igazából elhívni. Nem is gondoltam, hogy még jutalmazni fognak bennünket. Rettenetesen örültem, nagyon-nagyon boldog voltam. De hát így nehéz volt valóban elhinni, hogy nem is mondtam neki, nem is mondtam Andikának, hogy most hívjam fel, írjak rá, vagy na, majd inkább legyen személyesen. És akkor reggel, mikor összenéztünk az iskolába, át akkor tudtam, hogy őt is felhívták, megkérdezték, hogy szolgál a kedves egészsége, és hogy bizony gondolom, bár nem tudom, hogy Kandi kamerának, vagy mire gondol, hogy fogadta. Hát én azt gondolom, hogy azért ez egy olyan igazi belső örömet tud okozni, főleg ha igen, nem is sejted, nem is... Hát különösen azért számomra minden a szeretetem múlik. Tehát mi annyira szeretjük ezt csinálni, hogy mi ezt nem vesszük munkának. És amikor megkaptuk ezt a díjat, én egyből arra gondoltam, hogy mennyire szerethetnek bennünket, hogy ilyen díjat kaptunk. És azóta is ezt látom, hogy olyan sokan gratulálnak, akik úgy rám írnak, mert ugye most nem nagyon találkozhatunk, hogy nem is tudtuk, hogy ennyi mindent csinálsz. És egyre, tényleg minden nap kapunk valami jót az emberektől, az utcán megállítanak, hogy gratulálunk, és olyan mérhetetlenül jól esik. Tehát nem a dicsőség, mert nyilván mi nem ezért tesszük, amit teszünk, mert tényleg ezt évek óta, ezt tényleg születésünktől kezdve így csináljuk, de az, hogy bennünket így szeretnek az emberek, és a gyerekek, nyilván azt látjuk, de hogy idegenek is, meg kollégák, akik úgy olyan jól esik, hogy büszkék ránk, és olyanokat írnak, hogy tényleg könyszekik az ember szemébe, mert végre egy kicsit úgy érzem, hogy nem csak én szeretem az embereket, meg a gyerekeket, hanem engem is szeretnek, és azt hiszem, hogy ez a legjobb a világon, amikor ezt az ember így átéli. Hogy ők is látják azt, hogy amit csinálunk, azt nem magunkért csináljuk. Hát az, hogy a gyerekekkel megismertettek olyan területet, amit ma már igazából nem nagyon ismernek. Tehát külön el kell ahhoz menni valamilyen intézmény által szervezett szakkörre, de az, hogy ott az iskolán belül
akár szabadidő, akár bármilyen óra keretében ezt tudjátok velük gyakorolni, igen, és átadni nekik, és nagy szeretettel, és tényleg azzal az odaadással, tehát nem ilyen le kell tudnom, hát jó, akkor letudom ezt az órát, hanem igen, tényleg úgy, ahogy ti ezt csináljátok, azt gondolom, hogy ez egy remek jó dolog. És akkor szerintem, Andi, nálad még van egy másik tevékenység is, úgyhogy igazából nem is tudom, hogy jut mindenre időd, de hát te például rendszeresen tudósítasz a Hajdú-Bihari Naplónak, a Hajdunánási Újságnak is írsz. Szóval, hogy fér ez még bele az időbe? Hát nem tudom, hogy a nap 24 órája az hány órából is áll, de hát ezt, nekem ez is hozzátartozik az életemhez, mert ezt is nagyon szeretem végezni. Mert jó dolog leírni, ami történik itt a városban, nem csak velünk, mert nyilván ez nem csak rólunk szól, de ezzel kezdődött, hogy leírtam azt, amit mi csináltunk, és a Nánási Újságban erről tudósítottam, de most már jól esik így a városunkról is leírni, ami itt történik, mert itt is rengeteg szép dolog történik, és hogy tudják rólunk, hogy milyen jó kis város ez, ahol mi élünk. Anita? De hogy ilyen szerves kapcsolatban, szinte szimbiózisban éltek Andival, és azt hiszem, hogy a városban titeket csak így együtt tudnak elképzelni. Bevallom őszintén, én azért is hívtalak most kettőtöket ide, mert mind külön-külön kaptátok a díjat, azonban annyira szoros az együttműködés, hogy elválaszthatatlan az a tevékenység, amit ti ketten ott az iskolában végeztek. Neked hány órából áll a 24 óra? Hát hiszen körülbelül család is annyiból, van. Amennyit éppen kihasználunk belőle. Arra is jó egy ilyen pozitív megerősítés, hogy folytassuk. Tehát bármilyen vírus, bármilyen helyzet adódik, csináljuk, mert van rá szükség. És ez óriási motiváció. Ez biztos. Én azt gondolom, hogy ezzel a gondolattal én nagyon szépen megköszönöm nektek, hogy eljöttetek, hogy beszélgethetünk egy picit, talán műhelytitkokba is, beavattátok a kedves nézőket, és csak én is azt tudom mondani, mert gondolom velem együtt nagyon-nagyon sokan, hogy igen, ne adjátok föl, ne hagyjátok abba, csináljátok, mert nagyon fontos az a tevékenység, amit ti ezekkel a pici gyerekekkel végeztek. Hiszen azt hiszem, hogy már nem tudom, hogy ki mondta, de hogy amit a gyerekek az iskola kezdésekor, tehát első-második osztályban kapnak, az egy életre meghatározó dolog lehet. És azt gondolom, hogy ezzel valószínű ti is egyet értetek. Igen, ez így van. Úgyhogy én ehhez kívánok nektek a nézőink nevében is nagyon sok erőt, egészséget. A járványon túl leszünk, és aztán utána remélhetőleg majdnem ugyanúgy fog folytatódni minden, mint a járvány előtt. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük szépen.